A fényes tanösvény elkészülésének újabb állomásához érkezett, most történt meg a műszaki átadása. A közel 2 kilométeres útvonalnak egy szabadon bejárható és egy vezetéses ága van. Az építésnél a hagyományos és a modern technológiát ötvözték a kivitelezők. Ami a high-tech-et illeti, az itt a látogatóközpontnál mutatható be. Itt egy fotovoltaikus, amit a népnyelv a napelemnek hív, ilyen elemek kerültek elhelyezésre a tetőn, és ez körülbelül 6 kW per óra villamos áramot tud termelni. Ez az egész épület hűtése-fűtése, tehát nyáron a hűtése, télen a fűtése, hőszivattyúval történik, ami itt az épület oldalán látszik, ez egy Mitsubishi Zubadan hőszivattyú, és ennek a villamos energiaellátását gyakorlatilag remélhetőleg éves szinten majdnem ingyenbe fogja kapni az épület ettől a fotovoltaikus berendezéstől. Mivel ez egy lápos terület, és a lápító közepéig bemegy a tanösvény, a sétát egy kilátó teszi látványosabbá. A másik véglete pedig a teljesen hagyományos akácfa cölöp. Az akácfáról tudjuk, hogy ez egy nagyon szívós, nagyon jól ellenálló fa, különösen ha vagy állandóan vízbe van, vagy állandóan szárazon van, akkor gyakorlatilag több száz éves is lehet az élettartama. Itt ilyen kézzel levert akácfa cölöpökön halad a járda egészen azokig a pontokig, ahol a tanösvény be tudja majd mutatni a feltörő forrásokat, amik a felszín alól feltörnek, illetve a sekély vízbe láthatjuk majd a halrajokat is. A tanösvény tervezésekkor a felnőttekre és az egészen kicsikre is gondoltak. A legkisebbek számára a vízi játszótéren akár mezitláb is majd a nyári időszakban tapicskolhatnak a picikék a kis vízfolyásban. Egy malomkerékkel megtanulhatják, hogy működik a vízikerék, a vízi malomkerék. Vízipuskákkal célba lőhetnek, vadkacsára, természetesen csak képeken ábrázolva. Van egy kötélhídunk a régi medencéknél, és egy kötélen keresztül csónakkal, tutallyal szintén áthúzhatják egyik parttól a másikra magukat a gyerekek, vagy inkább a válkozó felnőttek is. A tanösvény átadására még ebben az évben sor kerül, és akkortól mindenki számára látogatható lesz ez a csodálatos természeti környezetben található sétaútvonal, amely a fényes fürdőszezonját is kitolja.